Jó estét kívánok! Önök a Dunaföldvár Televízió április 30-ai adását látják. Ez itt a Földvár Mozaik, városunk legfrissebb híreinek összefoglalója. Ma esti adásunkban a következő témákkal foglalkozunk. Új programokkal bővült az idén az óvodai földnapja rendezvény. Egész délelőttös programmal zárjuk úgymond a föld napját, többfajta tevékenységbe kapcsolódhattak be a gyerekek. A legelső az volt délelőtt, hogy egy ovifutást szerveztünk, ez az idei évben újdonságnak számított, ezt először csináljuk, és a nagycsoportos gyerekekkel körbefutottuk a Rákóczi utcát, a Templom utcát, az Ilona utcán jöttünk le, és a Jókai utcán értünk vissza az oviba. A gabonafélékkel kapcsolatos tanácsokat kapunk dr. Sűrű János egyetemi docenstől. Adnak egy minimális műtrágyát, ha adnak ősszel, talajvizsgálatok alapján, és akkor a következő műtrágya adag már tavasszal, a vetéssel egy menetben történik. Például itt, ahogy látjuk a területet, ugye itt látjuk az elszólt műtrágyát és a növények mellett, kikelt növények mellett, hiszen megkapja a maga komplex műtrágyáját, amiben nitrogén, foszfor, kálium már jelen van, és itt tulajdonképpen a komplex tápanyag ellátást biztosítja. Fehér Károlyné, Sári Jolán hímzőkézműves kiállítása június 15-ig látogatható a Fafaragó galériában. Először is a kalocsaival kezdődött, ugye ott is a porcelánhoz varják a kézimunkákat, és az első kézimunkám, illetve porcelánom, amit kaptam a férjemtől, a zöld Erikát, egy étkészletet, megpróbáltam hozzá megvarni a terítőt, és az sikerült, és akkor úgy gondoltam, hogy ha már ez sikerül, akkor miért ne próbáljam meg a többit. Ötödik alkalommal szervezték meg a Dunamenti települések borversenyét városunkban. Elég régóta egyszer kertbarát körként indult ez a verseny, aztán ugyebár a Duna melléki borok versenyével minősítették át. Én egyértelmű a fejlődés érzékelhető, természetesen minden borversenyen vannak jó borok, nagyon jó borok, kevésbé jó borok és gyöngébb borok, itt is ez ugyebár érzékelhető, de ez látszik, hogy egyes borászatoknak milyen színvonalon, mennyire fejlődik a technikája, hozzáértése. FAD csapata ellen lépett pályára a hétvégi bajnoki fordulón megyei első osztályú labdarúgó csapatunk. A fél időben frissítettünk, és két friss játékosunk állt be a csapatba, úgyhogy ennek köszönhetően nem biztos, hogy csak ennek, de a másik fél időben egyből neki mentünk az ellenfelünknek, ki se tudtak jönni a kapujuk elől. Folyamatosan több beadásunk volt, ami szintén kimaradt egy-két helyzet, de végülis a 68. percben Mészáros Gábor egy távoli lövéssel megszerezte a vezetést. Az Eszterlánc óvodában egésznapos programot szerveztek a földnapja alkalmából. Április 22-én a földnapját ünnepeljük világszerte, így volt ez az Eszterlánc óvodában is. Hogyan zajlott ez a nap? Igen, már évek óta hagyomány, hogy az óvodákban is megemlékezünk a földnapjáról. A Jókai utcai óvodában ez egy kéthetes projektnek a része, és a földnapján egy egész délelőttös programmal zárjuk úgymond a földnapját. Többfajta tevékenységbe kapcsolódhattak be a gyerekek. A legelső az volt délelőtt, hogy egy ovifutást szerveztünk, ez az idei évben újdonságnak számított, ezt először csináljuk, és a nagycsoportos gyerekekkel körbefutottuk a Rákóczi utcát, a Templom utcát, az Ilona utcán jöttünk le, és a Jókai utcán értünk vissza az oviba. És ügyesen, kitartóan végigfutották a nagycsoportos gyerekek. Úgy tudom, hogy ez csak a nyitó rendezvény volt. Hogyan folytatódott tovább a nap? Igen, a többi részét az óvoda udvarában, illetve az ovi előtt szerveztük meg. Ez is hagyomány már, hogy évek óta ezen a napon megkérjük a kedves szülőket, hogy biciklivel, illetve ha tudnak, gyalog jöjjenek, de aki biciklivel jön, ugye az itt az ovi előtt kerékpározhat,
akadály verseny szintjén, illetve itt az oviban kapnak kis motorokat a kisebbek, hogyha nem kerékpárral jöttek. Itt bent az udvarban pedig barkácsolás volt, a másik tevékenység, aztán homokvárat építettek a gyerekek, az egészséges táplálkozás jegyében gyümölcssalátát készítettünk, és a szelektív hulladékgyűjtés jegyében pedig van egy társas játékunk, a kukatündér, ezzel nagyon aranyosan játszottak a gyerekek, és minden gyereket le tudtunk ezen a délelőttön foglalni. Tartalmas délelőttel zártuk a földnapját. Gyönyörű kis céljelzőket készítettek a gyerekek, ez milyen célt szolgált? Igen, hát ezt a homokvárra tették föl a gyerekek zászlóként, ezzel díszítettük a homokvárat. Nem csak a Jókai utcai épületben, hanem másik épületekben is folyt a földnapi program. Hol és milyen programok várták a gyerekeket? Igen, a József téri óvodában zöld hetet szerveztek ezen a héten a kollégák. A gyerekek zöld pólóba kellett, hogy jöjjön, és ők is az óvoda szépítésével kezdték a hetet, és utána minden egyéb más tevékenységgel folytatták. A Bölcskei óvodában pedig egy óvoda szépítő délután szerveztek a szülőkkel együtt. A földnapját megelőző héten szintén nagy munka folyt az óvoda udvarán. Mi zajlott? Igen, ez is már hagyománynak mondható. Egy gyerek, egy palánta akciót szervezünk itt a Jókai utcában. A szülők által hozott virágokkal díszítjük, illetve színesítjük az óvoda udvarát. És természetesen ápolják is a gyerekek ezeket a szülőkkel együtt kiültetett növényeket. Az április nagyon mozgalmasan telt egyébként is, a földnapja kivételével is. Milyen programokat tudnál felsorolni? Igen, minden évben megemlékezünk a költészet napjáról is, ez ugye április 11-e József Attila születésnapja, és szinte mindegyik óvodában már valamilyen szinten versmondó délután tartanak a kollégák a gyerekekkel. A Jókai utcai óvodában zömmel a nagyobb gyerekek mondtak verset, de nagyon örültünk már annak is, hogy a kisebbek is bátran kiálltak, és elmondták az otthon az általuk választott verset, de ugyanígy versmondó délelőtt volt a József téri óvodában, illetve az Iskola utcai óvodában, a bölcsöde épületében pedig a bölcsiseknek mondtak az óvodás gyerekek verset. Hogyan jutalmazták az óvónénik a gyerekeket ezen a szép költészetnapi rendezvényen? Minden gyermeknek emléklapot adtunk, illetve az óvónők által készített ajándékokkal. Úgy tudom, hogy az április során megtörtént az óvodai beiratkozás is. Mit tudnál erről nekünk mesélni? Igen, megtörténtek a beiratkozások. Közel 50 gyermek iratkozott be az óvodába. A gyerekek csoportba való elosztása folyamatban van. Minden szülőt május hónapban ki fogunk értesíteni. És az iskolai beiratkozás is megtörtént. Milyen arányban mennek el a gyerekek? Igen, az iskolai beiratkozás is megtörtént. 88 gyermek fog elmenni az első osztályba, és szeptemberben kezdi meg az évet az iskolában. Mezőgazdasági sorozatunkban a kukorica és a napraforgó gondozásával kapcsolatos tanácsokat hallhatunk. Hogy mennyire aktív így tavasz tehát a természet, az a mögöttünk álló kukorica, illetve napraforgó tábla is bizonyítja. Két héttel ezelőtt lett elvetve, és már is kibújtak a szép hajtások, ez gondolom a csapadéknak, illetve a napsugárnak is szólt. Hát igen, ez mind a kettőnek köszönhető, ugye, hogy a elmúlt időszakban április elejéig összesen lehullott 300 mm csapadéki Dunaföldvár térségében. Én azt hiszem, hogy ez nagy dolog volt, és nagyon jó dolog volt. A talajok viszonylag telítettek lettek, és hát ugye látszik itt a mögöttünk lévő parcellákon is, hogy bizony a két hete elvetett kukorica nagyon szép. A műtrágya is közel játszott ebben valószínű. Milyen műtrágyákat lehet alkalmazni ilyenkor? Hát ugye a műtrágyázás teljesen átformálódott az utóbbi időben. Ugye a régi időben mi még, akik ugye már régóta gazdák, emlékszünk rá, hogy tonna száramra szóltuk a műtrágyát. Igaz, nem ennyi volt az ára, mint most, tehát most már patikaszer az ára is. De igazából ugye adnak egy minimális műtrágyát, ha adnak ősszel, a talajvizsgálatok alapján, és akkor a következő műtrágya adag már tavasszal, a vetéssel egy menetben történik. Például itt, ahogy látjuk a területet, ugye itt látjuk az elszólt műtrágyát és a növények mellett, kikelt növények mellett, hiszen megkapja a maga komplex műtrágyáját, amiben nitrogén, foszfor, kálium már jelen van, és itt tulajdonképpen a komplex tápanyag ellátást biztosítja.
Ebben a korai időszakban milyen betegségek veszélyeztetik a kultúrnövényeket, például a kukoricát vagy a napraforgót? Hát igazából talán gombabetegségről nem beszélhetünk, de kártevőkről bizony beszélhetünk. Mind a kettő növénynek lehet fő ellensége a barkó. A kukoricának a kukoricabarkó, a napraforgónak pedig a hegyesfalú barkó szintén. Ez olyan, ha vontatott lenne most a kelése, tehát egy ilyen hűvösebb időjárás lenne most, amikor ugye nagyon lassan kell, vagy áll a növényünk, akkor előjön ez a barkó, megjelenik, főleg a mi térségünkben jelen van, hiszen nagyon-nagyon szeret a löszaltalajt, ugye ez Dunaföldvár térségében általában löszaltalajok vannak, és ha előjön ez a barkó, ez képes egy-két nap alatt a teljes parcellánkat, táblánkat letarolni. De talán most az a szerencsénk, ugye, hogy víz azért van a talajban, az időjárás jó, tehát rohamosan kell, így aztán nem bír vele a barkó, se a kukoricával, se a napraforgóval. Ennek következtében talán megúsztuk a kártételt. Sokat vitatott téma a génmódosítás, például a kukorica esetében. Tudjuk azt, hogy például Egyesült Államokban alkalmazzák, Magyarországon nem. A hazai agrárszakma milyen véleményt alakított ki ezzel kapcsolatban? Várható-e módosulás? Mert most, ha jól tudjuk, ugye nem lehet génmódosított növényeket termeszteni. Igen. A jelenleg ugye gyakorlatilag Amerikában is, a világ más részen is van génmódosított termelés gyakorlatilag. Hát egy hosszú kutatás Amerikában azt mutatja, hogy nincsen különösebb mögötte, tehát nincsen egyéb olyan dolog, ami később hatása lenne akár az élőlényekre, akár az állatokra, akár az emberekre. Európában jelenleg az Unió, hát tiltja, de azért már az Uniónak szinte minden országában valamilyen szinten már van, tehát valamikor kicsit keményebben, valamikor kevésbé mennek rá, például Franciaország is. Magyarországon is ugye az elmúlt évben volt egy komoly hadjárat a génmódosítás ellen, és hát igazából valami módon azért csak bekerült Romániából ez a kukorica. Hát majd az idő megmutatja, hogy mi lesz ennek a vége. Ugye nyilván kell az idő múlása, kellenek a vizsgálatok, hogy nem káros-e az emberekre, nem káros-e az állatokra tulajdonképpen. Hát ha nem káros, akkor nyilván majd idővel lesz biztos engedélyezik a termesztését is. Egy éve működik Dunaföldváron a bioetanol üzem. Milyen hatással van ez a környék kukorica termesztésére? Én azt hiszem, hogy a környék kukorica termesztése valamilyen szinten emelkedni fog, hiszen ha végignézzük a szántóföldi növénytermelést, akkor azt látjuk, hogy igaz, hogy nem volt termés, nagyon minimális termés a körzetünkben a 2012-es esztendőben, de azt látjuk, hogy egyik legjövedelmezőbb lenne az árak alapján, tehát jó a kukoricának a paraméterei általában, jók az ár fekvése is általában. Tehát igazából ennek következtében, ha még ugye ennek az átvétele a piaca is biztosított, akkor bizony a termelés biztos, hogy növekedni fog. Egy-két szó szóljuk a napraforgóról is. Ez valamivel igénytelebb növény, mint a kukorica. Mekkora a termőterülete a napraforgónak egy Dunaföldön és környék? Körülbelül mekkora arányban foglal helyet a szántóföldi növények közt? Hát úgy általában nagyjából az országos átlaggal megegyezik, tehát egy olyan, ha azt mondjuk, hogy a kukorica körülbelül a szántóföldnek olyan egyharmadát foglalja el, akkor egy olyan 10%-a körülbelül ennek a napraforgó körülbelül. A napjaink korszerű modern táplálkozása kapcsán ugye egyértelmű, hogy a növényi eredetű olajoknak van szerepük, jövőjük. Ez nyilván azt jelenti, hogy napraforgó is nagyon fontos ilyen kultúrnövényé vált. Igen, nagyon fontos, és ugye mutatja ez az ára is azért, hogy most már bizony nagyon-nagyon megfizetik a napraforgót, és mi is megfizetjük a napraforgó olajat, ha bemegyünk a boltokba, hiszen már közel van az 500 forint literenként a napraforgó olaj, ugye, és bizony ennek következtében hát a termesztés is bizony benne, hogy azért jövedelmező lesz, mert hiszen azért a napraforgónak sok betegsége van, sok kórokozója van, tehát az ellen mind védekezni kell, ha biztos termést akarunk, és ennek következtében bizony a költsége elég magas. De ha az árak maradnak, akkor nyilván megéri a termelése. Porcelánminták kézi munkákon címmel kiállítás nyílt a Fafaragó galériában.
Fehér Károlyné, Sári Jolán hímző kézművessel beszélgetek. Én, ahogy végignéztem itt az elkészült anyagot, azt látom, hogy aki nem igazán szerelmese a hímző műfajnak, annak is el kell ismerni, hogy ez egy kuriózum. Tisztázzuk először a fogalmat, mit jelent az, hogy tűfestés? A tűfestés azt jelenti, hogy egymás szorosan egymás mellé öltjük az öltéseket, de nem egymást takarva, hanem egy kicsit régen. Úgy haladunk, mintha száröltést varnánk egymás mellett, csak ezzel betöltjük azt az adott mintát, amit szeretnénk elkészíteni vele. Honnan jött neked az az ötlet, hogy tulajdonképpen a porcelán mintákat teszed át textíliára? Először is a kalocsaival kezdődött, ugye ott is a porcelánhoz varják a kézimunkákat, és az első kézimunkám, illetve porcelánom, amit kaptam a férjemtől, a zöld Erikát, egy étkészletet, megpróbáltam hozzá megvarni a terítőt, és az sikerült, és akkor úgy gondoltam, hogy ha már ez sikerül, akkor miért ne próbáljam meg a többit. Miután látták, akkor vartam a zsolnait, és amikor látták a zsolnainál, hogy nagyon szépen sikerült, akkor kért a zsolnai gyár művészeti vezetője, felkért arra, hogy varja kiegészítő termékeket a porcelánokhoz, melyet abban az évben a BMW-re föl is vittek. Meglepődve láttam, illetve nekem is újdonság volt a kalocsai kék arany, ami gyönyörű a maga egyszerűségében, hiszen én azt gondolom, hogy az emberek többsége a zsolnait, a herendit, a hollóházit, és még ugye a meissen-i porcelánokat ismerik, és te mondtad nekem, hogy pedig elég elterjedt ez a kalocsai kék arany porcelán is. Miután ők csak a színes porcelánt festették, akkor sokat beszélgettünk azzal a vezetőjükkel, hogy miért nem próbálják meg más színnel is. És akkor a kék arannyal kezdték, és nekem nagyon-nagyon megtetszett. Csináltunk is belőle ugye kiállítást, többször volt már a kalocsaiakkal csináltunk kiállítást, és ők elhozták ezt a kék aranyat, akkor én csináltam hozzá asztalterítőt, így volt az első közös kiállításunk a kalocsai porcelán manufaktúrával, és utána most már, amint láttam, van bordó és zöldbe is csinálják ugyanezeket, és nagyon-nagyon szép, ez is kézzel festett, csak annyi, hogy alföldi porcelánra festik, vagy pedig cseh porcelánra. Információs anyagodban írott, hogy a munkáid, a kézműves munkáid 100%-ban kézzel készülnek, ez mit jelent? Hát az, hogy a vagdalásos részt, amit csinálok, az szállanként van kiszámolva, mindegy az, hogy mekkora terítő, 9 szál keresztbe, 10 szál hosszába, és ez végig úgy megy, hogy ugyanamennyi fölvágunk, ugyanannyit hagyunk benne az anyagba, és így lesz vagdalás, a szélét elvarjuk, és utána kerül a pókozásra a sor. Amikor ez készen van, akkor horgolással, de az is be van sodorva a szélre, és úgy van rá horgolva a csipke, vagy pedig a pikó. Mondtad nekem, ami meg is lepett, hiszen tudod, amikor megláttam itt ezeket a gyönyörűségeket, akkor fölkiáltottam, hogy én ezt nem ismerném használni, de te mondtad, hogy ezek moshatók automata mosógépben is. Így van, ezek moshatók automata mosógépben, nekem több mint 10 éve van már egy ugyanilyen terítőm az Erika étkészlethez, és én azt mosom, vasalom rendszeresen, ha kell, akkor még kikeményítem utólag, de ez teljesen használható asztalterítők, hát azért van, azért varjuk. Kicsitől a nagy méretig mindenféle látható itt a kiállításodon. Lehet-e esetleg olyat mondani, hogy mi az, ami kelendőbb, a kisebb vagy a nagyobb méretek? Hát általában a futó, a 75x75-ös, meg a 100x100-as. Ezek a legkelendőbbek. A kis apróbb terítőket is ugye azért nippek alá elviszik, de ha valakinek már étkészlete van, akkor úgy szokták megrendelni az asztalméretnek megfelelően szoktam megcsinálni. Nagyon sok felet dolgozol, és tudom, hogy nagyon sok megrendelésed is van. Említs nekünk, légy szíves, néhány kuriózumot, hova készítettél már munkákat.
Hát Németországban egy arisztokrata család részére készítettem a vadászos terítőt, ami 370x7,5 méteres volt, az 12 darabból kellett összehorgolni, mert nincs ekkora anyag. Nagyon sok felét szinte azt lehet mondani, hogy csak az Antarktisztán nem jutott még kézimunkám, mert mindenhova Angolába is vittek. Tavaly január 22-én Japánba volt kiállításom, noha ott én nem vettem részt, de a kézimunkáimat elküldtem. Most Torontóból várják a kézimunkáimat, a mintadarabokat, hát majd oda is varrom. Tudom, hogy rengeteg díjat kaptál, említsed meg azokat, légy szíves, amelyek számodra a legfontosabbak, vagy a legkedvesebbek. 2004-ben a Buzavirágos Zsolnai a díszterítékem aranyérmet kapott, ennek az volt a címe, hogy Magyarok fehér asztalához hívjuk Európát. Akkor 2005-ben a Lepkés Zsolnai az ezüstérmes lett, és 2007-ben pedig az ősz mintám lett ezüstérmes. Az Ispánházban tartották a dunamenti települések borversenyét. A Dunaföldvári Szent Rókus Borlovagrend 5. alkalommal rendezi meg a dunamenti településeknek a borversenyét. Mit is jelent ez a Dunamente? Hát elsősorban azokat a településeket hívjuk meg, illetve azoknak a településeknek a borosgazdáit, akik a Duna, illetve a Duna közvetlen környezetébe termelnek, ott élnek, ott dolgoznak. Melyik az a legtávolabbi település, ahonnan érkezett borminta? Hát az északi irányt nézve Lábatlan, Esztergom, illetve hát Szlovákiából, Ebedről jött több minta déli irányba. Dunaszentgyörgy, Dunapataj, meg az alatt még egy-két Tetétlen, tehát onnan jöttek boraink. Ahogy én néztem a statisztikus adatokat, 21 település, ez nagyon szép szám. Ennek a 21 településnek hány bormintája gyűlt össze? Hát igen, 21 településről összesen 96 boros gazda nevezett, illetve ezek között vannak pincészetek, illetve borászatok is. Összesen olyan 220 mintát bírált el a bizottság, és ebből született meg az eredmény. Ha jól tudom, ez azért valamennyivel kevesebb, mint amennyi tavaly, illetve tavaly előtt összejött. Mi lehet ennek az oka? Hát többféle okot mondanak, én ugye nem akarok ebbe szakmát belevinni, mert az nem, tényleg nem az én szakmám. Itt mondják a tavalyi évnek a savszegény borait, a túl sok napsütést, emiatt kevesebb volt a lé, tehát ez az egyik, amire szokták ezt ezzel indokolni. A másik meg azt, hogy annyira sok helyen rendeznek borversenyt, ha jól tudom, ma is vagy 4 helyen, jövő héten bennünket is hívtak 4 helyre, tehát annyira megoszlik a boros társadalom, illetve a boros gazdák, annyira sok helyre kellene, hogy menjenek, hogy ők is szelektálnak. Vannak, amit fontosnak tartanak, oda elmennek, másik helyre nem mennek, és emiatt is csökken ilyen borversenyen a résztvevőknek a száma. Mint a borlovagrendnek a vezetője, hogyan ítéled meg az idei bormezőnyt a tavalyihoz képest? Jobbak a borok, rosszabbak, vagy hasonlóak? Hát azt mondják, hogy a bírák, mert én magam nem bíráltam, hogy voltak nagyon szép sorozatok, tehát nagyon szép borokat is láttak. Az az eredmény, hogy a benevezett boroknak a majd 25%-a aranyérmes lett, az úgy gondolom, hogy azt vetíti elő, hogy biztos, hogy nagyon jó volt a mezőny. Én úgy emlékszem, hogy a korábbi években ezt az arányt azért nem sikerült elérnünk. Arra kérlek, hogy így a beszélgetésünk végén a legjobb eredményeket mondjad el, légy szíves, az aranyérmeseket. Hát az aranyérmeseket hosszú lenne felsorolni, inkább akkor azt mondanám el, amiért tulajdonképpen ezt megrendeztük, ezt a versenyt, hogy kiválasztjuk a dunamenti települések legjobb vörös és legjobb fehér borát. Ez ugye sikerült az összevetésbe. Ismét az a helyzet fordult elő, mint néhány évvel ezelőtt, hogy ugyanannak a gazdának két bora lett a vörös, illetve a fehér győztes. Ez a gazda pedig Tomolik János bölcskei borász. Az ő vörös, illetve fehér bora nyerte el a dunamenti települések legjobb vörös, illetve fehér bora címet.
Friedman Jánossal, a Magyar Bor Akadémia alelnökével beszélgetek. Évtized óta jár Dunaföldvárra, nagyon ismeri a helyi borokat, a rendezvényeket, és most az idén is részt vett az egyik bizottságban. Ha jól tudom, tavaly egy vörösboros bizottságban volt, most pedig egy fehérborosban. Igen, nálunk a fehér és a rozé borok voltak, meg a Schiller borok. Hát így nem csak ez van összehasonlítás alapja az embernek a tavalyi, meg idei évi áratok között. Nem betű, a tavaly is az előző évi áratok voltak zömében jelen. Én úgy gondolom, hogy egyértelműen folyamat, mivel elég régóta itt egy kertbarát körként indult ez a verseny, aztán ugyebár a Duna melléki borok versenyével minősítették át. Én egyértelmű a fejlődés érzékelhető. Természetesen minden borversenyen vannak jó borok, nagyon jó borok, kevésbé jó borok és gyöngébb borok. Itt is ez ugyebár érzékelhető, de ez látszik, hogy egyes borászatoknak milyen színvonal, mennyire fejlődik a technikája, hozzáértése. Csak a tavalyi évhez viszonyítsuk, az idei mezőny milyen? Hát a fehér még a rozéboroknál tökéletesen érzékelhető, hogy aki oda nagyon oda kellett figyelni a születelési időpontokra, a savcukor arányba, a szőlőművelésnél, aki nagyobb lomb alatt tartotta az ültetvényét, gyümölcsösebb, frissebb borokat tudott hozni. Hát tavalyiat kimondottan vörösboros évjáratnak tekinthető. Úgy gondolom, nem látom még a teljesen végső pontszámokat, de úgy gondolom, ott az egy jelentősebb mennyiségű arany született, mint a fehéreknél. Rozéknál ugye kimondott jó volt az arány. Az egyik ilyen országos tévécsatorna műsorában mondta, hogy nagy híve vagy barátja ön a rozéboroknak. Miért? Hát úgy gondolom, a Kárpát-medencei klíma mellett, ugyebár ebbe biztos vagyok benne, hogy a Magyarország benne van a 2-3 legjobb rozékészítő országok között, mert pont abból, hogy nálunk éjszaka visszahűlik a levegő, nincs oda hatalmas hőszeg, fehérborokra is átlag bezérvényes, sokkal gyümölcsösebbek maradnak a borok, és ma ugyebár mindenki könnyebb ételeket akar fogyasztani, és ezeket a gyümölcsös jellegű borok fogyaszthatók nagyon jó, és ott, ahol mediterrán országban éjszaka is nagy melegek vannak, ott nem tudnak ilyen minőségű rozékat készíteni, de fehérborokra is ugyanez a helyzet. Most az idén már megjelent itt Dunaföldvár.